vagyunk Kőszegtől délre, Kőszeg hegyalján, Doroszlói réteken, ahol egy darab gyöngybogoly költőládát és egy darab fehér gólya számára készült magasított fészektartót helyeztek ki az EON Hungária ZRT munkatársai. A Kőszeg hegyen található Doroszlói rétek a térség legdúsabb fűhű legelői voltak, és a 20. század közepétől egyre inkább becserjésedtek, beerdősödtek. Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság célja ezzel a gyeprekonstrukciós projekter az, hogy ezt a fás legelőt helyreállítsuk. A magyar tarka szarvasmarhák azért vannak itt, mert kiválóan alkalmasak arra, hogy az egyik invazív fajt, a magas aranyvesszőt, még fiatal zsenge korában elfogyasszák, és ezzel egy hosszú távú folyamatnak az eredményeként visszaállítsák a legelőnek a jó állapotát. Azt gondoljuk, hogy ennek a két fokozottan védett madárfajnak is kiváló élőhelye, költőhelye, táplálkozóhelye lehet itt. A gyöngybagoly hazánkban leginkább templomtornyokban, padlásokon költ, de nagyon szívesen elfoglalja a mesterséges költőládát is. Ugyancsak ezért gondoltuk úgy, hogy egy olyan táplálkozóhelyet hozunk majd létre, amely a fehér gólya számára is alkalmas lehet, ezzel a fészekmagasítós megoldással próbáljuk ide csábítani a madarakat. Amikor megkerestek minket a Nemzeti Park szakemberei, hogy tudnánk-e segíteni a Kőszeg környéki élőhely rekonstrukciós projektjükben, akkor szinte azonnal igent mondtunk, hiszen nagyon sok hasonló közös projektben vettünk már részt. Olyan oszlopokat telepítettünk, amelyek kifejezetten madárvédelmi céllal jöttek létre, azaz nem a meglévő villamos hálózatot használtuk erre, nem a meglévő vezetékekre, a meglévő oszlopokra telepítettük az élőhelyeket, hanem mondhatni zöld mezős beruházásként hoztuk létre ezeket. A kollégáinknak már nagyon nagy rutinja van abban, hogy ehhez hasonló madárvédelmi munkákban vegyenek részt. Most is nagyon bízunk benne, hogy jövő tavasszal az ide érkező madarak örömmel veszik majd birtokba a most megépült gólyafészket, illetve gyöngybagoly költőládát is.